Gyáron az Arany János Közösségi Házban a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola adventi gála koncerttel készült, a műsort az intézmény igazgatója konferálta fel. Minden egyes műsorszámra nagyon nagy lelkesedéssel, szeretettel és örömmel készültek, úgyhogy elhoztuk önöknek, nagyon szép papírba becsomagoltuk, sejemszalaggal átkötöttük, és tiszta szívvel nyújtjuk át mindannyiuknak. Az öröm tolmácsolásában a zeneiskolások működtek közre, majd az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte az ünnepre hangolódókat. Amint december első napjaihoz érünk, valami különös és megfoghatatlan érzés fog el. Az érzés mindig azzal kapcsolatos, hogy kinek és mit tudnék adni, ami örömet szerez. Milyen érdekes, hogy ez az érzés, bár a hétköznapokban is jelen van az életemben, mégis karácsony közelettével valahogy felerősödik, és csak azon jár az eszem, miként tudnék minél több embernek ezt a boldog, felemelő érzést átadni. Az advent az elcsendesülés időszaka. Várakozás, odafigyelés egymásra, szeretteinkre. Egy pillanatra megállunk ebben a rohanó világban, odafigyelünk egymásra és a szeretteinkre. Átéljük közösen az öröm ünnep hangulatát. Ez a közös ünnep összetartja a közösségeinket, családjainkat. Minden gyertyának szimbolikus jelentése van. A harmadik gyertya az öröm gyertyája, amit a pásztorok gyertyájának is hívnak. Engedjék meg, hogy Aranyosi Ervin harmadik gyertyája című versével foglaljam össze a gondolataimat. Advent harmadik vasárnap örömgyertyát gyújtunk, rózsaszínre vált a lelkünk, nem nyomaszt a múltunk. Közeledik a karácsony, öröm gyúl lelkünkben, a szeretet és a hála vendégéletünkben. Az adventi várakozást még az is fokozza, hogy minden nap a karácsony még közelebb hozza. A szeretet ünnepére készül minden lélek, három gyertya lángja fénylik, s hála telt az ének. Most pedig meggyűjtöm a harmadik gyertyát, és utána pedig a város hagyományaihoz híven szeretném, hogyha a gyerekek megfognák egymás kezét, becsuknák a szemüket egy pillanatra, és kívánnának valami nagyon szép dolgot, hiszen karácsony közelettével az álmok valóra válnak. Még egyszer szívből kívánom, hogy mindenkinek teljesüljön a kívánsága. Önök meg pedig áldott, békés, szeretetben, egészségben gazdag karácsony ünnepeket kívánok. Most a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola adventi gála koncertjének egy részletét mutatjuk be.